Okay, let's go! Mostanában egészen jellemző, hogy soha nem azt csinálom, amit kellene. Most is lenne más dolgom, de ahogy ránéztem a stúdióban az asztalra és a fiókok, hát mondjuk 90%-ába, arra jöttem rá, hogy muszáj csinálni egy rendszerezést, válogatást, és egy ecsetmosásra is elképesztően nagyon szükségünk van, mert káosz. Úgyhogy ma rendet rakunk a stúdióba, és nem csak felületes rendet, hanem fiókokat kitörölgetjük, és ténylegesen rendet rakunk. Mutatom, hogy hogy néz ki a helyzet. Ez itt az asztal. Igen. És a fiókok, van amelyik egészen rendben van, de van olyan is, ami totálisan haldoklik. Ez a fiók igazi rendszert szerintem hónapok óta nem látott. Erről ne is beszéljünk. Úgyhogy a terv a következő. Kiválogatjuk először is az ecseteket, mindet, külön rakjuk, elvisszük innen, látni se akarjuk. Utána... nem tudom. Szerintem nagyjából elpakolom a dolgokat, amik itt vannak az asztalon, körülbelül abba a fiókba, ahol a helyük lenne. Utána meg fiókonként elkezdünk kipakolni, és kiválogatjuk a dolgokat. A legszebb az egészben, hogy itt van ez a kettő, ami a sminkes, viszont itt van a körmös és a plusz egy is, és azokon is nagyon-nagyon át kellene menni. Tisztában vagyok vele, hogy egy csomó dolgot kellene vennem, de nem tudom, hogy mit, olyan kupi van. Úgyhogy azt hiszem, hogy ideje ezzel valamit kezdeni. Ez lesz az első nézőpontotok. Olyan jó, mintha mellettem ülnétek. Milyen király? Okay, nincsen filter. Ez tényleg így néz ki? Tényleg ennyire rossz? Yeah. Imádom, még mindig. Elméleti szinten minden ecsetet félretettem. Úgyhogy a hajas cuccok el. Az egyikben sima víz van. Ez a sima víz. Ez meg. Igen, a fixáló spray. Hajas cucc. Hajas cucc. Körmes cucc. Okay, hajas fiók. Ez varrós fiók, mert nyilván olyanok is van. Valami, amit hónapok óta szeretnék megcsinálni, az az, hogy ezeket a pillákat, amik voltak már rajtam, és szerettem őket úgy, hogy elraktam, meg kellene takarítani, hogy újra tudjam őket használni, és nem mindig újat kelljen elővennem. Ez egy nagyon hosszadalmas folyamat, amihez még nem volt kedvem, de lehet, hogy ma ez is megtörténik. Jöhetnek az eszközök. Minden szempillagöndörítő fiókba. Egy csipesz, kettő csipesz. Még kettőnek lennie kellene valahol. Hello? Ah, itt vannak. Oké. Okay. Hegyezők. Összes palettát, ami itt van, melyik fiókba fér bele? Hello. Ez nem a legkorrektebb, de igen, elrakjuk. Paletták arcra másik fiókba, ez még igen. Még egy műszempilla, amit kedveltünk. Oda Beggy. Bontatlan cuki. Mr. James Charles. Szájceruzák. Még egy hajcsat. Szájceruzáknál tartottunk. Itt van egy random kupak.
Még egy. Szemöldök minden. Szemöldök. Szempillaspirálok. Ez szemöldökre van, úgyhogy ez külön. Imádom ezt a kis tartót, viszont a Dyson fejeket is ki kell mosni, úgyhogy ezt most lepakoljam. Most egy kicsit átgondoltam az egészet újra, de nem baj. Majdnem minden fiókban vannak random ecsetek. Úgyhogy szépen sorban elindulunk, és elkezdett mindent kipakolni. Ups. És... vettem egy ilyen kis cuccot, amiben azokat a dolgokat próbálom kiválogatni, amit még nem használtam, vagy olyan dolgok, hogyha kell bármelyik barátnémnek, akkor ezt oda tudom adni. Amikor ezt meglátom, akkor kezdődnek a bajok, mert megint ott vagyok, hogy hajat kellene vágni? Nem, Rebeka, nem kellene hajat vágni, tedd el. Ezeket elviszem gyorsan kimosni, mert az a legegyszerűbb megoldás szerintem. És utána mehet minden ezzel. Ez mágneses, nem is szeretem igazán a mágneses pillákat, és egyébként is, what's that? Rimmel Scandal Eyes. Ez kóra jó. Douglas Ultimate, what's that? Longwear Lip Liner. Oké, okay, akkor ez máshol megy.
fogalmam nincs, milyen fekete szemceruza. Nights are getting colder, thoughts of getting older. You'll never be the one. Oh, I know you see it. Oh, I know you know it. A kedvenc hackem talán a fiókaimmal, a fiókokkal mindegyik ilyen kis kosárnak az aljára teszek egy kis blue-teket. És nem csúszkálnak el. Mennyire kedves. Next time same story. Even then it's still gonna be done. A1 recipe for it gets stormy. And the outside might look strong, wrong, but it's long gone. Time to let go, so I put it in a song. What's done, it's done, it can't be undone. But the memories I'm, you'll never be the one. I can count on, no way, I'll never be the one you want. And that's okay. Oh, I know you see it. Oh, I know you know it. You'll never be the one. Same story, even then it's still gonna be done. A1 recipe for it gets stormy. And the outside might look strong, wrong, but it's long gone. Time to let go, so I put it in a song. What's done, it's done, it can't be undone. But the memories I need, you'll never be the one. I can count on, no way, I'll never be the one. Thoughts of getting older. You'll never be the one. It's really over. Nights are getting colder. Thoughts of getting older. You'll never be the one. Oh, I know you see it. Oh, I know you know it. You'll never be the one. Ez szörnyű lesz. Ez botrányos lesz. Nem tudom, hogy miért, de púderektől nagyon nehezen válok meg. Nagyon. Pedig nem használom őket. Főleg azt a rengeteg highlightert, amit látni fogtok, de egyszerűen nem megy. Mi van, ha kelleni fog? Not gonna say what it is that I'm feeling, 'cause then it's too real. Can't get too close, 'cause I'd rather be lonely. Jól megérdemelt villámpihenés után kezdjünk hozzá. Vannak dolgok, amiket biztosan nem fogok kidobni. Akárki akármit mond, don't care, Kylie-s dolgok maradnak. Igaz, hogy nem használtam már őket, az Isten tudja, hogy mióta, de they are here to stay. Pirosítók az első kategóriánk, úgy döntöttünk. A fejemben mindenki egyetért vele. Kérdés nélkül a mekes pirosítók. Mekes pirosítók egyértelműen maradnak. Az a baj, hogy az összes pirosítónak maradnia kell, igazából ennyi a lényeg. Mind más színű, mindnek megvan a helye, ideje. Pirosítók maradnak, nem? Ezt nagyon, hát mondjuk ez pont a bronzer volt. Ezt nagyon szeretem. Inglot. Ez aranyos egyébként, ez tint. Elég keveset használom, de
Teljesen jó. A síglemek egyértelműen maradnak, ezek elég újak is. Essence blush, nagyon aranyos. NYX, elképesztően sötét, viszont szemre tök szép. Ez több keveset használom, pedig egyébként szép. Megtartsuk, hogy belerakjam lányoknak. Megnézzük, hogy használjuk-e. Ez a Catrice, ez szép, de nagyon simeri. Ezt el is felejtettem, hogy van. Ezt valamelyik nap felhasználjuk. Ez még sötétebb. Mit csináljuk ezekkel? Ennek nagyon szép a mintája. Igazából szerintem a pirosítókkal meg is vagyunk. Ó, még van itt egy Ádám. Ez szép. Csak nincs neki hely. Zseni. Ezt félre is tesszük. Ha van is pirosító, akkor nagyon kevés, és azokkal rendben leszünk. Válogassuk ki a sima púdereket. MAC abszolút kedvenc jelenleg. Infallible-ök maradnak különböző szintű barnulásaimhoz, illetve önbarnítózásaimhoz a tökély. Bourjois, Catrice, Art Deco. Ezt a púdert mondtam már nektek, hogy a Translucent verziójában, ami hófehér, egyébként nagyon szeretem, ez sötét és nagyon-nagyon ritkán ilyen barna az önbarnítóm is. Valahogy ez sokkal sötétebben jön vissza a bőrön, mint ahogy látszik tégelybe, szerintem. De ettől függetlenül marad. Ki tudja. Ez egy mix, ez majd a kontúrhoz, highlighter nyilván. Ez egy bronzer, ugye? Hát igen. Stardust is. És akkor ebbe a kategóriába soroljuk még a porállagúakat. Konkrétan semmi nincsen benne. Na, ezt elfelejtettem, hogy van. Ezt tudjátok, az a félig vet hatású Douglasos. Ez a Catrice True Skin egyébként nem lett a kedvencem valahogy. Picit ilyen rózsaszín az undertone-ja. Elvileg ez egyébként matt, gyakorlatilag szerintem nem. Valamiért az HD púderek nekem nagyon nem jönnek be, és valahogy fixálás után se olyan szépek, mint ahogy szeretném. Catrice Poreless, hát szerintem ő megért a kidobásra. Ez a Sephora-s nagyon-nagyon sárga, és nagyon ritkán vagyok annyira barna, hogy a szemem alatt jó legyen. De tekintve, hogy van még hely itt, megtartjuk.
És itt van még egy infaliba, a legsötétebb szerintem. És meg vagyunk. Ez is pirosító. Ah, ez viszont nagyon szép. Tudjátok, volt a TikTokon az a Dior pirosító trend, amit elvileg az lett rámondva, hogy Kylie azt használja, ami aztán meg lett cáfolva 5 milliószor. Annak nagyon hasonló a színe. Van itt kettő furra tört Catrice All Matte Translucent, és ezzel szerintem csak a bánat lenne, hogyha megtartanám, úgyhogy ezeket kidobjuk. Úgy néz ki, hogy kellene keresni valami új kedvenc sima púdert. Igen, nagyon szeretem a MAC Studio Fix-et. Egyébként ez az NC20-as árnyalat. Igen, aj, kezdem megtanulni. Azt akkor szeretem, hogyha rendes nagy sminket csinálok, hogyha valami kis lightosat teszek fel, akkor általában ezt a Dr. Irena Eris-eset használom. Ez egy kicsit, nem azt mondom, hogy csillogós, de fényesíti az arcbőrt, és ilyen nagyon kis lightos. Most ez a kettő, amit a legtöbbet használok, az Infallible is full sminkhez van, úgyhogy körbe kell nézni, hogy van-e valami új izgi púder. És akkor a két nagy kategória, amivel fullon vagyunk, kezdjünk bronzerekkel. Van egy olyan kör, Inglot paletták, egy kicsit ezt megöltem, de ebből itt van ez a 4 darab, valamiért úgy emlékeztem, hogy 5, de 4. Ezeket nagyon szeretem, ebből a legvilágosabb vagyok az idők 90%-ában, viszont ezt szoktam használni, főleg a bronzerjét, hogyha önbarnítózom. Megpróbáljuk a palettákat külön tenni, mert ha jól emlékszem, akkor itt van még bőven hely, és lehet, hogy ide fogom betenni a pirosító palettákat is, és az összes többi arcpalettát, mert túl sok helyet foglalnak ebben a fiókban. Ugyanígy Elf krém kontúr nagyon-nagyon ritkán használom, de lehet, hogy megpróbálok visszaállni rá. Ez még egy pirosító paletta. Ez hatalmas nagy kedvenc. Mindegyik szín, ami azt jelenti, hogy a két bronzer, highlighter és a pirosító is shimmery. Viszont gyönyörűek, természetes smink, pici fedés, nem rossz értelemben, jó értelemben pici fedés, nagyon szeretem. És ha már palettáknál vagyunk, természetesen a MAC paletta zseni, imádom. Azoknak keresünk külön helyet. Bronzerek, bronzereknél tartottunk. Sheen, She Glam, bronzer és mi ez? Contour. Revolution, ez egy picit túl meleg, de van, amikor használom. Essence, ilyen Sun Club Matte Bronzing Powder, testre szoktam belőle nagyon sokat használni. Ebből véletlenül két ugyanolyan szint vettem. Szám alapján ugyanolyan, egyébként szerintem nem ugyanaz a szín. És ez keményebb, ez meg puhább, de elvileg mind a kettő a number two. Melyiket tartjuk meg? Esküszöm, hogy nem ugyanaz. Nem mondjátok nekem, hogy ez a kettő ugyanaz a szín. Sun Bronze 002-es árnyalat, ez... Azt hiszem, hogy rimmel volt, ugye? Az egyik 001, másik 002, egyiket sem használom, valamiért van más, amit jobban szeretek, úgyhogy ezek mennek ki. Clean ID,
ez egy meglepően világos bronzer, és ezt régen nagyon szerettem, úgyhogy ezt visszarakjuk hát, ha elkezdem megint használni. Essence Contour paletta a világosabb és a sötétebb színben is. Nagyon régen nem használtam, de ezek jó kis alapok. Ezek a Karaja paletták egyébként jók, csak elképesztően meleg. Nagyon ritka, hogy tudjam használni. Ezt nagyon szeretem. Ez hideg, csak shimmery. Most jön akkor az Essence Bronzer. Ez is picit meleg. Ezt nagyon-nagyon szerettem, pont ma beszéltük Barbie-val. Mondjuk jól megmutattam, semmi nincsen benne, ez a Butter Bronzer. Viszont ez totál ki van fogyva. Ez egy fogalmam nincs milyen paletta, viszont ennél hidegebb, sötétebb kontúrt még soha nem láttam. Amikor arcfestéseket csinálok, akkor ezzel szoktam árnyékolni. Nem biztos, hogy egészséges, de megtartjuk. A Hoola bronzereim azok szerintem alig. Ez meg össze is van törve. Ezt a picit megtartom, ki tudja. Ez is egy pirosító, She Powder Rouge. Soha nem használtam. Ez nem igaz, látszik, hogy párszor volt használva, de nem használom, úgyhogy mehet ki. Love-Hate Relationship, Douglas, Loose Powder. Picit foltosnak érzem, de adunk neki még egy esélyt. Testre próbáltam hasznosítani, miután az arcomon nem tetszett. Utolsó esélyt azért még megadjuk neki. Wow! Empty. És akkor az utolsó kategóriánk a highlighterek. Ugyanaz a szabály érvényes, mint a pirosítóknál, a Kylie-sok maradnak. Kedvencek. Extrém ritkán használom, nyilván színből adódóan. Viszont ha van csoda, so pretty, mi ez? Kellett sminket csinálni vele, gyönyörű. Fekete párduc kollekció a MAC-től. Kettő színben létezik, az egyik az ez, gyönyörű egyébként, fáj belenyúlni. A másik pedig egy világos, de véletlen én két ugyanolyat kaptam, úgyhogy a lányok közül, hogyha valakinek kell, megkapják. Hatalmasnak kedvenc. Nem mondom, hogy underrated, mert nagyon-nagyon sokan tudják, de ez az elfes, azt se tudom, hogy mi a neve, Apricot Glow, ez a szín. És ebből van egy világosabb verzió is. Az egyik legszebb drogériás highlighter ever. Síglám, folyékony, nagyon keveset használom, de fáj kidobni. Nagyon természetes, nagyon kis pici shimmer, pici szín, Benefit, WhatsApp. Egyáltalán nem jött be, Physicians formula, van egy alapja, elméletben azt teszed fel először, és van egy egyébként nagyon szép kis rózsa mintás, micsoda? Púder, azt teszed rá pluszba, nem csillog, nem semmi, nem. És akkor következő márka, Inglot. Tudom, hogy már nem gyártják, ha valakinek ezek megvannak, akkor jackpotot fogtatok vele. Gyönyörű mind a kettő, testre, szemre, arcra, mindenhova fantasztikus. Ugyanígy a préselt verziója, és azt hiszem, hogy ez pedig a Tolvajreni kollekcióban volt benne, gyönyörű.
Egyetlen egyszer kaptam egy polmos csomagot, Flower Lover Highlighter. Nagyon darabos, highlighternek semmiképpen, viszont szemre, anyád, szemre tud szép lenni, úgyhogy ezt megtartjuk. Alverde brutál régi, ez testre van inkább ilyen kis shimmer por. Ha tudtam volna, hogy van, akkor pont tök sokszor tudtam volna használni. Az összes létező Catrice highlighter, aminek valami nagyon szép kis mintája volt, úgyhogy megvettem. Ó, jó sokat vettem, basszus. Kicsit porosabb, mint emlékeztem rá. Nagyon szép az undertone-ja. Revolution. Amit mondani fogok, az hülyeség, de szemre tartom meg, és azért hülyeség, amit mondok, mert körülbelül 50 palettám van, amiben ugyanilyen bronzi, aranyos shimmerek vannak, de marad. Viszont itt jön az, őt se sűrűn használom. Idejét nem tudom, hogy mikor használtam egyáltalán. Semmi. Ez nem csillog. Nem veri vissza a fényt, és nem is csillog, tehát se szemre, se sehova. Erre nem emlékszem. Mi a baj vele? Semmi, ez amúgy tök szép. Soha nem használom. Rimmel highlight. Cuki, nagyon sötét. Fóliás hatású, ezt megtartjuk, ilyen annyira nincsen sok. Terra Naturi, semmi, nem csillog, nem semmi. Ennek a tetején gyönyörű bevonat volt, viszont alatta nulla, inkább bronzer, mint highlighter. Ez mehet. Revolution 1. Ez is sokkal púderesebb, mint kellene. Nem. És úgy emlékszem, hogy ez viszont szép. Micsoda válogatást nyomtunk ki. Ja, és van egy krém lassos. Mindig azt hiszem, hogy használni fogom. Soha nem használom, most is megtartjuk. Nagyot mentünk, ezek mennek a lányokhoz. Szóljátok, hogy nem is látjátok, hogy miről beszélek. Ez a fiók minden alapozó, primer, van napte is, mint látjátok, és az összes BB krém. Még egy kis műszempilla, szemöldök, Ardell zselés eyeliner. Raven árnyalatból, úgyhogy gondolom, hogy fekete. Maga a kis zselé. Itt van hozzá az ecset. Szuper! Mi van még? Ardell. Elfelejtem, hogy ilyen lent vagytok. Ardell Pro Brow Sculpting Gel. Ezt kipróbáljuk. Mondjuk most. Oké, az Ardellnek vannak olyan termékei, amiket sokkal jobban szeretek, mint ezt. Valamennyit tart, de... Vissza az eredeti programhoz. Nagyon kevés primer van, amit szeretek, és szerintem tényleg jó. Number one. Megtartom, de nem tudom miért.
Pore Professionalt nagyon szeretem, nagyon szépen kitölti, amit ki kell tölteni. Egy időben ezt kifejezetten szerettem, nem tudom, mi történt, meg kell majd nézni, hogy mi a helyzet vele. What's that? Olyan, mintha ez is ilyen kis kitöltős lenne. Lifting, smoothing, pore refining, brightening. Immediate perfection. Lehet, hogy kellene csinálni egy primer tesztelős videót. Mit szóltak hozzá? Mert hogy fogalmam nincs már ezekről. Ezt nagyon szeretem, Giorgio Armani Cremonera Moisturizing UV Filter. Ez inkább egy ilyen smink előtti naptej, kis hidratálós, illatosított nyilván, de azon kívül ez bomba. Ez szinte highlighternek lehet betudni, nagyon szépen fényesíti az arcot egyébként, viszont nagyon természetesen. Ez egyáltalán nem jött be. Ezt egyébként sokat használtam, viszont nagyon régi, úgyhogy dobjuk. Ez totál üres. Ezt egy időben nagyon szerettem, aztán nagyon nem szerettem. És most meg, ha jól látom, már szét is vált. Aj, ez a baj. Adunk neki még egy esélyt. Tipikus zöld. Megint csak, kinek nem volt ilyen egyébként. Az a baj, hogy ezeket mindet meg fogom tartani, mert fogalmam nincs. Nem emlékszem, hogy melyik milyen. Ez mondjuk nem tűnik jó jelnek, hogy ki van folyva alól. De ez csak egy tipp. Ah, fúj, nem, koka. Ó, ezt nagyon szeretem. Ez jó. Oh! Jó volt. Ups. Ah, sajnálom. Ezt tényleg szerettem. De ez hogy? Man! Art Deco. NYX Shine Killer. Oké, ebből csinálunk egy külön kis valamit majd. Ebbe kellene, hogy jöjjön az összes BBCC krém és mindenféle tint. Tekintve, hogy körülbelül 200 színű szokott lenni a bőröm egy év alatt, mindenféle árnyalatban van minden. Semmit nem dobok ki soha. Pedig amúgy ezeket bőven ki lehetne, soha nem használom. Ja, oké, ez be is van száradva, úgyhogy ezt akkor kidobjuk. Oké. Emlékszem, amikor ez kijött, mekkora szám volt. Oké. Ezt nagyon-nagyon szeretem. Egy picit most rózsaszínes. Túl rózsaszínes a bőrömnek. De egyébként nagyon szeretem. Ez jobban passzolna a korrektorokhoz, mert hogy ez ilyen. Ez ugyanaz, mint a L'Oreal, csak sötétebb. Megint csak. És ennyi a BB. Basszus. Ha van valakinek jó BBCC krém ajánlása, akkor az jöhet komment részlegbe, és tesztelünk. Mert úgy néz ki, hogy nagyon kevés van. És akkor jöhetnek az alapozók. Kezdjük azzal, ami fixen marad. Double Wear, imádjuk. Pici van még benne, nem dobjuk ki semmiképpen. Úgy érzem, hogy nincs itt minden. MAC, Studio Fix Everywhere, imádjuk. Nem tudom, hogy hol van a rendes Studio Fix, nem hiszem, hogy kidobtam volna. Ja, itt van. Csak vak vagyok. Ebbe is nagyon kevés van, de
megint csak imádjuk, és a többit ki kellene kenegetni. Ezt nem tudom, hogy hol vettem, elképesztően random, ki se próbáltam még, de nagyon száraz. Lehet, hogy tud jól kinézni. Egy próbát azért szerintem adjunk neki, egy próba lehetőséget legalább. Ezt egyébként használtam párszor, és szeretem, de olyan szinten szétvált a két komponens az elmúlt, nem tudom, pár hétben, amíg hozzá se nyúltam. Ja, na mindegy. Sötét egyébként, akármennyire úgy tűnik, hogy nem az, elképesztően sötét. Úgyhogy a legsötétebb önbarnítós napjaimon tudom csak használni. Ezt akkor vettem, amikor még nem voltak krém kontúrok, és ez egy nagyon-nagyon durván sötét CC krém. Nem gondolom, hogy bármire tudnám most már használni. Nem akarom kidobni. Nem nekem való dolog ez a szelektálás egyébként. Megtanulhatnék gyorsabban megválni dolgoktól. Lancome Stick. Ritkán jó a színe, de ha pont olyan, akkor nagyon szép egyébként. Inglot. Ezeket nagyon szerettem, viszont az elmúlt időben egy kicsit kékinek érzem. Túl száraz. Nem, mintha elkezdett volna beszáradni. Ez lehet egyébként. Valamelyik nap kipróbáljuk, hogy WhatsApp with that. Ez ugyanaz a szín. Úgyhogy ha véletlen az nem jó, akkor van egy B opciónk. Ebben van egy sötétebb árnyalatom is. A karajás fotofiniseket szinte biztos, hogy dobjuk. Nagyon-nagyon-nagyon nem jó az undertone-unk. Soha. Tehát, hogy nem tudok egyszerűen vele meccselni. Ez szerintem még működhetne valamikor. Majd de utálom, hogy nem tudok semmit kidobni. Jó. Végig fogjuk tesztelni az összes alapozót arcon rendesen. Holnapi napot rászánjuk a primerekre is, és a alapozókra is.